óriási elődöntőn vagyunk túl itt a Szőnyi úti úszodában. A BVSZ játszott a Dunajóvással, és a második fordulót az elődöntővel. A csapat edzőjét, a BVSZ női szolgálat vezetőjét, vezetőedzőjét, Petrovics Mátyást kérdezem, hogy ő hogy látta ezt a meccset? Én ugyan látom, hogy majdnem beestél a vízbe, olyan ideges voltál, de hogy látta ezt a meccset? És ezt a teljes mintét hogy értékelted? A nézők azok nagyon oda voltak érte. Hát egy BVSZ Dunajos meccs az mindig nagyon szórakoztató a nézők számára. Mi edzők azért kicsit beleőszülünk. Nyilván a csapatnak gratulálok ehhez a győzelemhez. Minden olyan dolgot, ami szerdán probléma volt, azt szépen meg tudtuk oldani. Odafigyeltünk, gyakoroltunk, összeraktunk olyan dolgokat, amik nem működtek, illetve nyilván azokat az erényeket, amiket felvonultattunk szerdán, tovább tudtuk vinni. Ehhez jöttek nagyon-nagyon egyéni teljesítmények, és nagyon sok hősies teljesítmény is a vízben, mert azért egy-egy játékosom az sérülten vállalta az előző meccs miatt a játékot. Az első félidő az azt gondolom, hogy a szezonunk két legjobb negyede volt, az eredmény is ezt tükrözte. Utána a második félidőben egy kicsit megzavarodtunk, nagyon gyorsan kaptunk két gólt, és utána elvesztettük a centerünket, Gyögyös Anikót egy emberelőnyből kiállították. Ez egy kicsit megakasztotta a csapatot, de sikerült az utolsó negyedre rendezni a sorokat. Ott inkább már egy kicsit a küzdelem dominált, de szerencsére az utolsó percekben ott egy ilyen kaotikus esemény után egy teljesen jogos, általa már visszanézett 4 perces kiállítás után meg tudtuk nyerni a mérkőzést. Úgyhogy gratulálok a csapatnak, és hát nyilván ez egy rész siker, ma elengedjük, és készülünk a hétfői meccsre. Volt egy olyan jelenet, azt mondom, a negyedben, amikor ott valami nagyon nagy, mondjuk úgy, hogy veszekedés volt a bírókkal. Ott mi történt? Én ugye nem láttam a kamerán keresztül, hogy valami, mi volt az esemény, ami ennyire ott fölspanolta a hangulatot? Hát az egész meccs ilyen volt, tehát egy BVSZ Dunajos meccs az mindig nagyon magas hőfokú, különösen amikor tétre megy, szinte minden évben, évek óta az elődöntőt mi játszunk egymással, mindenki a csapatban rengeteg pozitív, negatív élmény van egymás iránt, magas hőfokú meccs van, két nagyon hasonló szerkezetű, életkorú és mindenben, nagyon sok mindenben hasonlító csapat játszik egymással, ez nyilván fölpaprikázza a kedélyeket. Én most egyelőre azon drukkolok, hogy összes játékosomat hadrafogatóan tudjam hétfőn játszatni, jelenleg 3 nagyon komoly sérültünk van. Én remélem, hogy hétfőn újra a vízilabdáról szól majd minden. Tehát visszajöttetek a partiba, ugye jön a 3. mérkőzés, ez mikor lesz, hol lesz? Hétfő este valószínűleg 7 óra Dunajvárosban. Hát sok sikert, és én gratulálok ehhez a visszatéréshez, és további sok sikert és jó eredményeket.